A sérült Farkasinszky orsolya és Fekete Dóra nélkül fogadta a tabellán jóval előrébb álló, de szintén hiányos fővárosi csapatot az NKS. A hazaiak jól kezdték a mérkőzést, az első negyedet 2 ponttal, a másodikat 3 ponttal nyerte Farkasinszky Gyuláni együttese. A harmadik negyed a vendégeké volt, de a záró 10 percek még 1 pontos hazai vezetésnél vágtak neki a csapatok. A mérkőzés végére fáradni kezdtek a nyíregyházi játékosok, és ezt kihasználva a Vasas maga javára tudta fordítani a vártnál szorosabb párharcot. Az elején egy kicsit azért megleptük őket a védekezésünkkel, mert egy emberfogásba lát nekünk egy 1-2-2 zónába, ami sok esetben azért a csapatoknál zavar szokott okozni. Ez most is megtörtént, és ugye folyamatosan vezettünk, és tehát inkább így a Vasason volt az a teher, hogy nekik ugye mindenféleképpen újítani kellett, mindenféleképpen pontot kellett adni. A mi lányaink pedig magabiztosan határozottan játszottak nagyon sokáig. Szerintem ennek köszönhető az egy szorosó mérkőzést tudtunk játszani. A nyíregyháziakra a következő fordulóban is nehéz feladat vár, mivel a tabella a harmadik helyén álló Sziget-Szent Miklós otthonában lépnek pályára Takács Annáik. A rutinos játékosokra van szó, akik ugye tavaly voltak, aki még ebből a sorból NB1-ában kosárlabdázott. Na most ugye minden mérkőzés az más és más. A hazai pályán már akkor ugye nem játszott se az Orsi, se a Dóri. Tehát akkor ez egy közel 30 pontos vereséget szenvedtünk ettől a csapattól. Én úgy gondolom, hogy egy idegenben is hasonlóra lehet számítani, de még a juniornak, ezek a lányok most kiéhezve mennek a mérkőzésekre, és látszott most, mondom, a Vasas ellen is, hogy igencsak jó felfogásban kosárlabdáznak a juniorjaink. Az a 2-3 öreg, aki pedig csatlakozik ehhez a sorhoz, ők mindent megtesznek azért, hogy segítsék ezt a fiatal társaságot. Szerintem most nagyon jót halad ez a csapat, és reméljük, hogy ennek egy idő után győzelem is lesz a vége. Az amatőr NB egy piros csoportjának tabelláját a TFS-e vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 16-2-es mutatóval rendelkező csatadélyesét és a 15-4-es mérleget magáénak tudó Sziget-Szent Miklóst. A nyíregyházi kosársuli 4 győzelemmel és 13 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást.